Köszöntöm nézőinket, önök a Miskolc Televízió új magazin műsorát, a Highlights-ot látják. Egy szubjektív, ki és megbeszélő fél órával várjuk önöket ezentúl majd minden hétfőn a képernyők elé, és ebben a beszélgetés menetben lesz segítségemre most Gulyán István és Gújbán Péter kollégám. Köszöntöm az urakat! Szervusz, köszöntelek, köszöntöm a nézőket! Köszöntelek István, köszöntöm a nézőket! Most hát itt bevezetésként rögtön beleugrunk egy nagyon nagy témába, és majd az adást rendszeresen követők is tapasztalni fogják, hogy a sport történéseit, a hazai és a nemzetközi sportvilág történéseit taglaljuk majd ki magunk szubjektív módján, és kezdjük egy hatalmas nagy halmazzal. Az utóbbi esztendők legnagyobb hatású, jelentőségű eseményeit, személyeit fogjuk most taglalni itt kollégáim segítségével. Én mint egy ilyen gondolatébresztő kis startoló momentumnak azt hoznám fel, és akkor majd csatlakozzatok rá ti is. Pep Guardiola és az ő általa megálmodott tiki-taka, amivel természetesen lehet egyetérteni, lehet szeretni és lehet nem szeretni, de amekkora hatással bírt a jelenkori labdarúgásra a spanyol géniusz taktikai elképzelése, szerintem azzal nem lehet vitatkozni. A spanyol labdarúgásban, a német labdarúgásban és az angol labdarúgásban is, tehát teljesen különböző területeken működött, eredményes volt ez a nagyon újszerű taktikai hozzáállás. Na ezt mondjuk én nevezném egy nagyon nagy jelentőségű sporteseménynek, vagy egy személyes eredménynek. Ti milyen irányba, melyik sportág irányából közelítenétek meg ezt a nagy halmazt? Maradnék én is a labdarúgásnál. Jó téma. Egy picivel korábbra mennék vissza, mert az én tini koromnak az egyik legnagyobb edzője szerintem Sir Alex Ferguson volt. Nekem talán nem is a taktikai érzéke, hanem az a stabilitás volt, ami nagyon megtetszett az ő edzői pályafutásában. Ugye 86-ban került a Manchester United élére. Az első bajnoki címig egészen 93-ig kellett várnia, tehát manapság már talán ez a 6-7-8 év, lehet, hogy nem férne bele egy edző életében, hogy eljusson egy bajnoki címig. Ő megkapta a bizalmat, hát nem húztak rosszat a Unitednél, ugye, mert hát utána aztán aranykorszak jött, és hát 26 évig volt ugye a csapatnak az élén. És még egyszer mondom, ahogy én emlékszem vissza rá, amilyen csapatot épített, és ahogyan építette, a számomra nagyon példaértékű. Taktikailag annyira nem tudom visszaidézni, tehát nem fűződik a nevéhez olyan valami nagyon különleges dolog. Elpusztíthatatlan volt az a csapat. Így van. Bármi így volt van. Az eredmény, megfordította. A Fergie time. Hát jó, hát ugye emlékszünk persze arra a híres nevezetes BL döntőre. Csodálatos meccs volt. Igen, én ezt már azt hiszem, hogy kollégistaként középiskolában néztem, hatalmas csapattal, közös. Okay. Így van, így van. És hát nyilván voltak München szurkolók, illetve United szurkolók, mi végigültük a 90 percet úgy, hogy körülbelül sírtunk, aztán utána jött ugye az extázis, úgyhogy az számomra tényleg maradandó élmény volt. Már csak azért is szerettem meg egyébként a Unitedet, Beckham az egyik kedvenc játékosom volt akkoriban. Én megmondom őszintén, az én szívemhez közel áll az a fajta angol stílus, amit akkor a United képviselt, úgyhogy az nálam best of örökre, tehát azóta már volt Liverpool időszakom, de a szívem az még mindig a Unitedhez húz. Egyébként valami nekem azt súgja, hogy a Solskjaert abban az időben jobban szerették a United szurkolók, mint most szeretik. De hát ez egy másik időszak volt. No hát a Premier League-ből kaptunk egy példát, Peti. Hát akkor maradjunk a Premier League-nél, és egyébként vannak, akik szeretik ám Solskjaert, én kifejezetten, ugyanis nem fog nagy titkot elárulni, én Chelsea fan vagyok, és hát ha a meghatározó pillanatokat kell mondanunk a sportból, én akkor lettem igazából Chelsea fan, amikor a híres nevezetes José Mourinho került a kispadra. Hát nála nagyobb, megosztóbb személyiség nem biztos, hogy létezik a futball világában. Ellenben az eredményeket nem lehet elvenni tőle véleményem szerint. Azért bizonyított már ő majdnem az összes top bajnokságban Európában, és akkor, amikor ő oda került a Chelseahez, én azt a játékot bizony megszerettem. Egy bizonyos ember miatt vagy kettőt tudnék kiemelni, az egyik az Frank Lampard, a másik pedig szerintem nincs olyan ember, aki nem szeretné Didier Drogba. Oké, hogy a taktika a mesternél, az bizony állítsuk be a buszt, így szoktuk mondani. Nem Drogbáról szólt. De mégis eredményes tudott lenni. Igen, Mourinho-nak mindig mondták, hogy megvannak Mourinho lovai. Tehát neki mindig kellett ez a játékrendszer, ez egy-két ember, akire tudta, hogy fogja neki hozni azt, amit ő elvár. Nem volt több-kevesebb ez egy-két gólnál. Sosem voltak azért annyira nagyon-nagyon gólgazdag mérkőzései, mert általában inkább azt vette figyelembe, hogy megöli az ellenfél csapatának játékát, és egy-két találattal nekik az elég, behúzzák a 3 pontot. Hát bajnoki címhez is segítette. 2 BL győzelemhez. Igen, igen. Tehát... Tényleg az egyik az nagyon fájó volt a Barcelona ellen. Nézőpont kérdése, te örültél, én kevésbé. Így van, tehát egyszerűen nem lehet elvenni tőle ezt, és azt, hogy őt nevezik special vannak, szerintem ez sem véletlen. Persze, tudom, hogy nagyon megosztó személyiség, és most is ugye a Róma kispadján tevékenykedik Olaszországba. Hát érdemes olasz meccseket is nézni, mert az ő meccsei egyszerűen kaotikusak, mit művel a pálya szélén. Igen, most az eredmények is azt támasztják alá egy picit. Hogy is mondjam, csak most nem annyira felfelé megy a Special One Eve, de majd ez is változik, mint ahogy oly sok minden változik egyfolytában. Csak egy gondolat még a Guardiola-féle gondolatindítóhoz, hogy én bármekkora zseninek is gondoltam a spanyol mestert, egyszerűen hihetetlen nagy kérdőjelek voltak bennem, hogy a Barcelona taktikája, ami rendkívül eredményes volt, az hogy fog működni a Bayern München csapatánál, arra keret ráillesztve, és én bármit is gondoltam, az eredmények tessék, őt igazolták, és mai napig elég komoly respektja van még Münchenben a mesternek, bár azóta már az élet egy kicsit elsodorta őt is onnan a Premier League-ben, Peti kedvenc területén maradjunk, és kicsit azért oda törte a borsot a kékek orra alá, vissza is megesett ez. Igen, de... egy gyors gondolat hozzáfűzni, toppedző ettől toppedző. Akárhova kerül, valamilyen szinten a nézetét és a taktikáját el tudja ültetni pszichésen is a játékosaiba. És eredetlen az egyik legjobb példa, de már nem akarom bogozni, az, hogy például most a kékek padján ugye nálunk Tuchel ül a padon, és bizony nagyon hamar, nagyon rövid idő alatt bizony nem kis eredményeket tud felmutatni a Chelsea csapatánál. Érdekes számomra egyébként, bocsánat, szóval érdekes számomra, hogy ez ugye örök dilemma, hogy megérkezik egy edző egy új csapathoz, és akkor azt mondja, hogy felmérem a játékos keretet, megnézem, milyen játékosaim vannak, és ahhoz alakítom a taktikámat. Vagy pedig, ez az alázatos megközelítés, igen, szerintem. Vagy pedig van az, hogy én ezt tudom, Pep Guardiolaként ez az én stílusom, és akkor ahhoz alakítjuk a keretet. Ez, szerintem ez a két fő vonal létezik bármilyen sportban. Edzőhöz idomulunk, vagy pedig a csapatot alakítjuk az edző stratégiájához. Ez meg a géniusz vonal szerintem, amikor nyilván van mire, de nagyon magabiztosan közelíti meg az adott problémának a megoldását a szakember. És hát még maradjunk egy picikét itt, mert hogyha a meghatározó személyeket boncolgatjuk, akkor azért még lehet szerencsére jó sok ilyen epizódot mondani, és elhangzott itt már ugye Tuchelnek a neve. Nagyon napestig lehetne sorolni a nagy meccseket, de számomra az egyik legnagyobb mérkőzés volt az elmúlt évek meccs áradatából. Volt egy Liverpool-Borussia Dortmund kupa meccs, ami 4-3-as Liverpool győzelmet hozott, és akkor találkozott ellenfélként Klopp és Tuchel, mert akkor Tuchel még a Dortmund padján ült. Ez egy Európai Liga elődöntő volt egyébként. Teljesen hasonló felfogású két edző. Egymásnak eresztett azt a két bitangerős keretet, csapatot, és peregtek a gólok, potyogtak a gólok, egy pillanatnyi meg, még a bedobást is futtából végezték el, szóval egyszerűen hihetetlenül nagy meccs volt. Mély nyomokat hagyott persze, de hát nyilván mindenki emlékszik, a BL döntő volt az is, a Liverpool-Milán BL döntő, tehát ott, ahol a Liverpool fordítani tudott. 3-0. Így van, így van, így van. Megmondom őszintén, valószínűleg nagyon jól rátapintottál a lényegre, hogy az angol focit miért kedveltem meg már a legelején, és miért nem mondjuk a német csapatok felé húzok. Ez a megállíthatatlanság, illetve soha nem adom fel, és mindig megyek, és nem ismerek lehetetlent. Ezt nagyon éreztem annak idején, ahogy jól mondtad, a Unitednél, illetve az akkori Liverpoolnál is. Tehát, hogy egyszerűen nincsen elveszett helyzet, és addig megyek, amíg egyszerűen nem tudok győzni. Vagy nem úgy jövök le a pályáról, hogy na, én megtettem mindent, és fel tudom tenni a kezem, hogy kiadtam magamból mindent, most jobb volt az ellenfél. Peti, tőled azt kérdezném, hogy te melyik vonalat preferálod? Vegye körül magát az edző, hogy a taktika tökéletesen megvalósítható legyen sztárfutballistákkal, vagy a relatíve no-name kerettel érek el egy nagyon meglepően nagy eredményt? Melyik vonal a szimpatikusabb neked? Nyilván a világ, úgymond, ha úgy vesszük, akkor a kisnevekből nagy eredményt mindig jobban felkapja, és jobban meglovagolja, úgymond behájpolja. De azért nézzük az edző szempontját is. Tehát ő leül egy kis padra, és elvárásokat rak elé a klub. Tehát ő, neki nem feltétlenül az lesz a prioritása, hogy a kisnevekből valahogy hozzam ki az eredményt, hanem ugye, amit már István említett, ma már nem kapna egy edző 5 évet, hogy bajnoki címhez juttasson egy sztárgárdát, hanem bizony 5 fél évekről beszélünk, hogy neki bizony versenyképes csapatot kell csinálnia. Úgyhogy igazából ez egy nagyon nehéz eldöntendő kérdés, de véleményem szerint, szurkolóként bizony ma már az eredményorientáltság felé mentünk el is, és az eredmény a fontos. Ezért csodálatos és üdítő kivétel a Liverpool, mert mostanra már nagy sztárok fociznak a Liverpoolban, de amikor odahívták őket a poolhoz, vagy Klopp odahívta őket a Liverpoolhoz, még nem ebben a státuszban voltak ezek az urak, hanem együtt emelkedtek fel egy olyan szintre, ami szerintem nincs jó, hogyha mondjuk valaki egy Premier League riválisnak szurkol, ő máshogy látja, de hogyha csak úgy általánosságban a foci szépségét keressük, akkor egy Liverpool meccsen szerintem ott lehet töltekezni. Amiről talán keveset beszélnek, ez a játékos megfigyelői hálózat. Nem tudom, hogy hát azt azért annyira nem látok bele, hogy mondjuk egy Liverpoolnak hány játékos megfigyelője van, és hány helyen, milyen szempontok alapján válogatnak, de valahol talán itt lehet a kulcs, hogy olyan kiterjedt hálózatuk van, és Klopp által olyan elvárások, olyan pontosan megfogalmazott elvárások vannak, hogy tudták azt, hogy nem tudom, amikor Szalát leigazolták, vagy Manét, hogy milyen típusú játékost, mennyit bírjon futni, hogy mozogjon. Tehát olyan szempontrendszer tudtak kialakítani, hogy szerintem rögtön ráesett a választás, és akkor tudták, hogy na, akkor van pénz, meg tudjuk szerezni. De hogy nem biztos, hogy ez mindenkinél ilyen szempontrendszer kialakul, mint mondjuk Kloppnál. Uraim, evezzünk egy picit másabb vizekre, és akkor nézzük meg ugyanezt a témakört a világ sportjára vetítve, nem csak a nemzetközi labdarúgás eseményeit figyelve. Megint csak az a kérdésem, hogy nagyon nagy egyéniségek, események, ti miket neveznétek meg? Csak egy nagyon gyors példa. Amerikai foci, amikor én megismerkedtem vele, nekem az volt az első tapasztalatom, hogy borzasztóan konzervatív játék, nagyon mereven alkalmazzák a sok-sok éve működő taktikai megoldásokat, és csak nagyon ritkán kockáztatnak az edzők, nagyon ritkán kockáztatnak a játékosok. Míg nem, egyszer jött egy Colin Kaepernick nevű úriember, aki ezt az egészet teljesen jó értelemben felborította, és irányító létére futott, úgy bent a labdával, hogy beleállt egy ütközésbe, és tehát kicsit túlzással forradalmasította ezt a posztot. Na, ha most a világsportját nézzük, akkor te mit említenél, István? Egyébként csak egy fél mondat, én is miatta szerettem meg annak idején az NFL-t, úgyhogy ebben hasonló az ízlésünk. Én most úgy tűnik, hogy retro napot tartok, mert megint visszamennék a 90-es évekbe, és a Rally VB, akkor szerettem meg Tommi Mäkinen által, és utána kezdtem el járni magyar bajnoki futamokra is, oda nagybátyám vitt el, még 10 éves voltam. De Tommi Mäkinen, illetve az ő 4-szeres világbajnoki címe, az számomra nagyon-nagyon nagy respektet váltott ki. Mitsubishi fan lettem, ugye ő Mitsubishi Lancerrel hajtott, de hát amit ő művelt, az feledhetetlen számomra, úgyhogy automotor újságokat gyűjtöttem orba-szájba, és nem tudom, ekkora stúcok voltak otthon, már nem tudtam hova tenni őket, de igen, nagyrészt Mäkinen miatt, illetve mondom a sportágat is miatta szerettem meg. Bár tényleg olyan ellenfelei voltak, hogy bárki a szívethez tudott nőni, mert fantasztikus emberek, illetve fantasztikus versenyzők voltak, Cancúnentől Zainzon át. Én azt mondom, hogy ez talán a rallinak egy aranyidőszaka volt, aki mondjuk lehet, hogy a 80-as években is már figyelte ezeket az eseményeket, ő azt mondja, hogy hülye vagy, a 80-as években azért brutálisabb versenygépek voltak, meg nagyobb pilóták, ezt nem tudom megítélni, nekem a 90-as évek az. Ebben sose lesz egyforma álláspont. Petik, én most kétszer jöttem, mert nem jól adagoltam a történéseket, és az előbb egy gondolattal kevesebbet mondtam. De most nagy figyelemmel hallgatunk, hogy te mire tennéd? Én egészen gyerekkoromig tudok visszanyúlni ebbe. Ugye hétvégente mindig nagyinál összegyűltek az unokák, unokatesóimmal, stb. És bizony ugye ebédre járt a család, de mindig a háttérbe brüm mögött zúgott valami a tévébe. Na ekkor lettem a Forma 1-nek rajongója, úgymond. Akkoriban még ugye a Häkkinen Schumacher csaták mentek, és ugye jó pár VB győzelmének részese voltam Schumachernek, ugye 7-szeres világbajnok, de én valahogy mindig utána, miután egy kicsit elmélyedtem a sportba, a feltörekvőket támogattam. És hogyha ki kell emelnem egy olyan pillanatot vagy eseményt talán, ami nagyon-nagyon olyan volt, hogy azt mondom, hogy wow faktora van, az volt, amikor a 7 világbajnoki címe után Fernando Alonso letaszította a trónra a Renault színeiben Schumachert. Ott lett a kedvenc pilótám egyébként Fernando Alonso, aki mai napig versenyzik, de azért? Mert a nagybajnokot megfogta? Nem azért. Tehát volt egy tipik futam, azt is el tudom mondani, amikor 13 körön keresztül abszolút egy másodpercen belül maga mögött tartotta és úgy nyert futamot, és akkor nyilatkozta le róla Schumacher is, hogy ő világbajnok lesz. És hát jó megérzése volt. Csak egy nagyon gyors kérdést. A mostani szezon ugye a végjátékához közeledik. Akartam is mondani, kétesélyes lett a harc, te szerintem hogy látod? Hosszú évek után végre izgalmas a Forma 1, és izgalmas követni. És mivel egy szubjektív műsor vagyunk, én elmondom, hogy nagyon szeretném Max Verstappen világbajnoki címét, már csak azért is, hogy azt az állóvizet egy kicsit felkavarjuk a Forma 1 világába, és talán a következő versenyszezon még izgalmasabb legyen az idejénél ezáltal. István, te? Én is Verstappen fan vagyok, úgyhogy ebben egyetértünk. Na akkor én, hogy tényleg szubjektív legyen, én azért nem azt mondom, hogy szeretném, csak azért nézném meg, hogyha mondjuk Hamilton nyerni a világbajnoki címet, mert akkor látnánk egy újabb sporttörténelmi mérföldkövet, a Forma 1 történetének első 8-szoros világbajnoka lenne, de tényleg csak ezért. A pályán dől el minden, mind a két versenyző zseniális képességű, de mondom, élőben látnánk egy sporttörténelmi pillanatot, ha így alakulna. Viszont most önökkel együtt azt is majd megláthatjuk, vagy hallhatjuk, hogy miként vélekednek a kollégáim, hogyha a harmadik témakörre ráfordulunk, hogy mik voltak azok a személyes élmények számotokra, ami ennyire egyértelművé tette, hogy figyelitek a sportot, követitek a sportot. Nem is kérdés, hogyha van egy nagy esemény és közvetíti a televízió, vagy van lehetőségetek elmenni élőbe, megnézni, akkor ti ott vagytok. Csak egy gyors személyes gondolat. Sok évvel ezelőtt egy lengyel-magyar Európa-bajnoki selejtező Lengyelországban, és sajnos nem a legjobb meccset fogtam ki, jó nagyot utaztunk, 0-0-ás lett a találkozó, de a helyszínen meghibásodott a hangosítás, és ott a sok ezeres magyar szurkolósereg énekelte el a magyar himnuszt a helyszínen. Sokszorosan kárpótolt minket a meccsére, egy olyan érzelmi töltetet adott, hogy nem volt kérdés, hogy utána járok-e válogatott meccsre. Ezt a véletlen szülte, de talán a te példádat nem a véletlen szülte, Peti, neked mi volt az, ami maradandó? Nagyon sok maradandó élményem van. Jártam már Inter Milán mérkőzésen, ahol ugyancsak ez a libabőr faktor megvan az emberbe, de én az, hogy mi határozta meg azt, hogy én megszeretem a sportot, vagy akár a labdarúgást, mert nekem elsőként a labdarúgás volt, amit megszerettem, az 2006-ra vezethető vissza a német labdarúgó világbajnokság, amikor is elkezdtem úgymond belemélyedni a sportákba, és hát ott lettem bevallom őszintén nacionál elfan is, én nagyon szeretem a német labdarúgó válogatottat, és ugye tudni kell, hogy abban az évben ők úgy indultak neki a VB-nek, hogy bizony nem volt kerek az a történet számukra, hogy a csapat összeállt, és hogy milyen eredményt érhetnek el. Ugye a nyitó mérkőzésen például, ha jól emlékszem, Kosztarikával döntetlent is játszottak, ami nagyon nagy meglepetés volt. De aztán szépen kikerekedett a dolog egészen odáig, hogy elődöntőt játszottak az olaszokkal. Azon a mérkőzésen ugye egy nagyon nagy kikicsatát vívott a két csapat, egészen odáig fajult a dolog, hogy hosszabbításba torkollott, és emlékszem, hogy gyerek voltam, iszonyatosan izgultam és szorítottam a csapatért, és akkor voltak először olyan érzéseim, amit a sport adott már nekem úgymond, és ebből tudtam táplálkozni, szorítani a csapatomért. Aztán hát a hosszabbításban Grosso eldöntötte a továbbjutás kérdését sajnos, Olaszország jutott a döntőbe, a többi pedig már történelem, tudjuk, akkor találkoztak a franciákkal az olaszok, és ott volt ez a bizonyos, hát nem is tudom, érdekes esemény, amikor ugye Zidane lefejelte Materazzit, ami már sporttörténelem. Úgyhogy igazán ez volt az a pont számomra. Rám a szűk környezetem mind a mai napig nagyon furcsán néz, mert én is így nézem, ilyen érzelmi töltettel az eseményeket mind a mai napig. István, te honnan merítetted a top élményedet a sport kapcsán? Behoznék egy újabb sportágat, ez pedig a kézilabda lenne. Csodálatos játék. Aha. Szintén legalább 20 éve folyamatosan figyelemmel követem, akár a férfi, akár a női vonalat, válogatott, illetve csapatszinten, klubszinten. Személyes élmény az a 2014-es női BL döntő. Ez volt az első négyes döntő, amit itt Budapesten rendeztek, és hát hogyhogy nem, pont akkor lettem 30 éves, szintén május, a verseny is, a kupadöntő is májusban volt, úgyhogy megkaptam szülinapi ajándékként. Felültünk a kakasülőre a Budapest sportarénában, gyönyörű kilátás, hatalmas tömeg, legalább 10 000-en ugye a mérkőzéseken, és ott aztán tényleg volt minden, tehát azt ugye megnyertük, úgyhogy 13-ban már nyert a Győr, de 14-ben ugye hazai pályán, első négyes döntőben szintén nyerni tudott, úgyhogy címvédőként jöttek oda Budapestre, de ott tényleg volt minden, tehát a Buducsnosznak a szurkolói balhéztak, dobálták a széttört székeket, tehát az is volt fütyülés, volt hatalmas együtténeklés, himnusz, ugye, stb. És így van. Tehát nagyon nagy érzelmi töltetet adott, de tehát annyira lehetett érezni, hogy ami a pályán is történik, hogy ott is azért a döntő nagyon-nagyon feszült hangulatú volt, és ez érződött az egész sportarénában, és fantasztikus élmény volt. Tehát eleve egy ekkora térben fent ülni, és akkor szurkolni az egyik kedvenc csapatodnak, melletted vannak ugye rengeteg szurkoló, és annyira vitt magával az egész hangulat, hogy hát az fantasztikus 2 nap volt, és fantasztikus 4 meccs. Most egy kicsit váltsunk sebességet, mert közben pedig remélem önök is úgy ítélték meg, hogy tartalmasan telik a műsoridő, de azért fogy már a műsoridő. Mit szólsz például, most egy friss eseményt is becsempészünk a beszélgetésbe, a magyar szuperderbire, ami európai szinten is megállja a helyét, ugye a Veszprém-Szeged csata első felvonása, a most futószezon első felvonása ugyan megtörtént, és egy döntetlenes, egészen döbbenetes nagy csata volt. Reális volt. Kicsit te azért egyik vagy másik oldalra elbillentetted volna, ha teheted a történéseket? Megmondom őszintén, van bennem ebben a relációban egy picit olyan érzés, hogy picit kisebb csapatnak érzem a Szegedet, ezért inkább a Szegednek szurkolok. Hajlamos vagyok arra, hogy a kisebb csapatokat támogassam. Nagyon-nagyon szeretem tényleg a Veszprémet is, hogyha külföldi csapat ellen játszik, akkor teljes erővel tudok neki szurkolni, de egy picit mindig a Szeged felé húzok, és hát nyilván egy ilyen hazai bajnoki, ami mindig az érzelmekről, illetve a nagy csatákról szól, ez számomra ez mindig fantasztikus lenne. Tehát ilyenkor az ember mit csinál? Hátradől, popcorn, vagy sör, vagy nem tudom, élvezi. És akkor élvezi. Tehát itt nem lehet rosszat tenni, itt nem lehet rosszat látni, csak élvezi az ember, hogy 2 ilyen fantasztikus magyar csapat játszik. Hát bízom benne, hogy most már a BL-ben is. A Szegedben nagyon bízom, hogy 4-be jut, a Veszprémot egy picit olyan neccesnek érzem, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha ők játszanák a döntőt, jöjjön össze nekik, de szeretnék a 4-esben látni egy magyar csapatot ismét. Petiként tőled egy olyan gyors választ várnék, mint Mason Mount, ahogy közlekedik a pályán. Mert ugye most a te kedvenc csapatod vezeti a világ talán legerősebb bajnokságát, és nem véletlenül. Jó érzés? Jó érzés, ellenben én kritikus vagyok mindig a csapatommal szembe, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó érzés is, de vannak kételjeim ezzel kapcsolatban. Nagyon kedvelem Tuchel filozófiáját, azt, amit elért, viszont nekem, ami a fájópont jelen pillanatban a csapatomban, a csatáraink góltalansága. Oké, hogy most mind a 2, úgymond Timo Werner és Romelu Lukaku lesérült, ellenben nem tudnak annyi gólt felmutatni, mint a szélső szánvédőink. Hát ezzel van egy kis probléma. Mutatni. Hát így is vezetitek a több ponttal. Reméljük, de rövidre zárva azért egy Premier League-ben még fél szezonnál se 3 pont előny, vagy be semmit nem jelent is, nem előny. Ezt majd még a jövő írja, de jó eséllyel pályázhatjuk meg a dobogó egyik fokát, úgy gondolom. És számodra szimpatikus esemény lenne, ha lenne a kékeknek egy magyar játékosa? A világ sajtó is tele van már ezzel az információval. Sejtem, érzem, mit pedzegetsz. Igen, lehozta a világsajtó, hogy Szalai Ádámot 23,5 millió fontért, ha jól emlékszem. Attilát, elnézést kérek, leigazolná a Chelsea. Ugye ez nagyban köszönhető szerintem Lőv Zsoltnak is, hogy ő ott van most segítőjeként Tuchel mester mellett. Röviden annyit tudok mondani, legyen így, kíváncsi lennék, és nagyon-nagyon szerintem talán a teljesítményt még inkább felhúzná, ha ilyen közegbe kerülne. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem kerülne rossz helyre, és hát magyar másodedzővel ott a pályán együtt ő segíteni a munkáját, ez akár egy csodás történet is lehet. Szerintem hirtelen és teljesen logikus módon nagyon sok szurkolótársad lenne Magyarországon, akik most már a Chelsea-nek szurkolnának, és hát ez az a reméljük tartalmasan telt 25 perc, fél óra, amivel készültünk önöknek a Highlights első adásában. Reméljük, hogy jól szórakoztak önök is, és ilyen témákkal, ilyen módon várjuk majd önöket rendszeresen ezentúl a képernyőkkel, és mi mindig az aktuális sporteseményeket a magunk szubjektív módján majd taglaljuk, elemezzük, és reméljük majd az önök becses gondolatait, hozzászólásait is megtapasztalhatjuk majd, megismerhetjük majd, és hogy ez így legyen, a képernyő látható címen, elérhetőségeken várjuk majd az észrevételeiket, hozzászólásaikat. Most megköszönöm megtisztelő figyelmüket kollégáim nevében is, viszontlátásra! Viszontlátásra!